A Dombóvári Önkormányzat képviselőtestületének veszélyhelyzet utáni első ülésén a lejárt idejű határozatokról is tárgyaltak. Szó esett a Dombóvári I. és Gyula gimnáziumban történő fejlesztésekről is. Az önkormányzat segít az iskola által nyert pályázat előfinanszírozásában. A sportpálya felújítására is nyert a gimnázium pályázatot. Sajnos ezt ők saját forrásból nem tudják megvalósítani, hiszen ez egy utófinanszírozott pályázat. Ezért az önkormányzat úgy döntött testületünk, hogy 3 millió forint visszatérintendő támogatást kapnak, melyet december 31-ig kell visszafizetni. Egy régi típusú műfüves focipálya burkolatát cserélik le, ami már a hosszú évek alatt nagyon elhasználódott. Sok éves várakozás után elkészült a térköves udvar is, ami méltó körülményeket teremt a szabadtéri rendezvények szervezésében. Ennek megvalósítását szintén támogatta a polgármester saját keretéből. Az udvar tekintetében szintén azt gondolom, hogy helytáltunk, hiszen 500 000 forint a polgármesteri keretemből tudtam támogatni a térkövezést az udvarban. Remélem, hogy szeptember 1-ére a diákok már igénybe tudják venni és birtokba vehetik a felújított sportpályát is, és nem csak a térköves udvart. A sportpálya felújítására tervezett összeg 3 millió forint, amit december 31-ig megelőleg ez az önkormányzat a gimnázium fejlődése érdekében.